Az STE Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar az idei évben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Ennek alkalmában neveléstudományi konferenciát szerveztek a karon. Timár Kriszta indított havi rendszerességi könyvklubot a Somogyi Könyvtárban, melynek első alkalommal Borbás Edina frissen megjelent Igen című könyve szolgál témául, ráadásul maga az írónő is jelen volt. 46. alkalommal rendezték meg az STE Karriernapok néven futó rendezvénysorozatot a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A Csongrádi Napok megnyitójának keretein belül mutatták be a Dzsungelkönyve musicalt. Az STE Juhász Gyula Pedagógus Képzőkar az idei évben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. A 2023-24-es jubileumi tanévben a kar és az STE JGPK alkalmazott pedagógiai intézete által megszervezett nagyszabású neveléstudományi konferenciával ünnepelték meg ezt a kerek évfordulót. A konferencia fő gondolatköre a hazai pedagógus képzés múltjára és jelenére fókuszált, de betekintést nyújtott a neveléstudomány további rész és határtudományaiba is, mint például az óvodapedagógia, iskolai pedagógia, a gyógypedagógia és a szociálpedagógia, vagy éppen a felnőttképzés elméletének és gyakorlatának múltja és jelene. Ez apropója a konferenciának a kar 150. évfordulója, ugye 1873-ban indult el az a jogelődi intézmény külön férfiak és nők számára a polgáriskolai tanítóképzés, amelynek most ünnepeljük a 150. évfordulóját. Úgy gondoltuk, hogy ez méltó ez az évforduló arra, hogy egy nagyszabású neveléstudományi konferenciával készüljünk erre, ezt már fél éve szervezzük ezt a konferenciát, és nagy örömünkre az ország szinte minden olyan felsőoktatási intézményéből érkezik kolléga, ahol hasonló pedagógus képzések vannak, mint a mi képzési struktúránk. A plenáris előadásokat úgy válogattuk össze, hogy olyan témák kerüljenek bele, amelyek napjainkban népszerű, felkapott, érdekes témák, így az élethosszig tartó tanulás, valamint a motiváció témakörét járták körül a kollégák, valamint az volt még a feladatunk értelemszerűen, hogy egy kicsit visszatekintsünk erre az elmúlt 150 évre, és ezt a 150 éves tradíciót, ezt minél életszerűbben mutassuk be, ez volt igazából a fő feladat. A konferencia ugye mostantól, a mai délutántól, holnap délben fog kezdeni az utolsó szekció, sor. Párhuzamosan 4-5 teremben zajlanak majd ezek a szekció tematikus előadások különböző szekciókban. Nagyon sokrétű előadást kaptunk, nagyon sokféle témában jelentkeztek a kollégák. Nagyon örülünk, hogy nagyon sokan jelentkeztek kari kollégák is előadással, és ezen kívül még ma 16:30-tól póster szekció is lesz. 4 kolléga készített, pontosabban több kolléga, de 4 pósztert készítettek, és ezt fogjuk még a dékáni hivatali folyosón bemutatni ezeket a pósztereket. Egyébként azt gondolom, hogy mind a szekciók tartalma, mind a szekció elnökök személye, mind pedig az előadók olyan minőségi, tudományos tanácskozást fognak jelenteni a kar számára, ami reméljük, hogy bekerül szintén a kari legendáriumba, mint egy olyan kétnapos ünnepség sorozat, amivel ez a generáció, a mi generációnk méltón ünnepelte meg ezt a 150 évet. Legelsősorban az ötlet, ami az alkalmazott pedagógiai intézettől jött, és hát nyilván szerettük volna tudományos szempontból is reprezentálni a kar múltját, jelenét és remélhetőleg a jövőjét. Egyébként természetesen, mint minden klasszikus konferenciánál, megfogalmaztuk fizetnatos a tanárnővel a konferencia felhívást,
most milyen tematikája lesz, milyen alkalomból és hogy, és ezt kiküldök a társintézményeknek, és természetesen a kari kollégáknak, majd azt követően vártuk a jelentkezést, a regisztrációt, ami a nyár folyamán elkezdődött, absztrakttal lehetett regisztrálni, tehát minden előadáshoz az absztraktokat előre le kellett adni a lendő előadóknak, és ezeket egy szakmai grémium elbírálta, és beosztotta a szekciókba, hogy hogyan történjen a tematika szerint a maga a lebonyolítás, nyilván az azonos tematikájú, vagy hasonló témaköröket feldolgozó előadásokat osztottuk be egybe, aztán visszajeleztünk a résztvevőknek, és hát a klasszikus lótás-futás rohangálás, ami ilyenkor van az országban, a további pedagógus képzéssel foglalkozó egyetemek, tehát ilyen értelemben társintézmények, Eger, az ELTE, Pécs, és sorolhatnám, hogy ne hagyja ki senkit, az sokáig tartana, de számos helyről, Debrecenből, és tényleg számos helyről jelentkeztek be kollégák, és hát mi örömmel fogadtuk őket. A konferenciára érkezőket a kar dékánja dr. Döbör András köszöntötte. Nagy szeretettel üdvözlök mindenkit a konferencián, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan elfogadták a meghívásunkat, és ilyen sokan regisztráltak, és az ország különböző egyetemeiről bejelentkeztek erre a kétnapos konferenciára. Ezután professzor dr. Gellén Klára, a Szegedi Tudományegyetem oktatási rektorhelyettese, dr. Fendler Judit az egyetem kancellárja, valamint professzor dr. Drahota Szabó Erzsébet, a JGPK általános és tudományos dékenhelyettese is köszöntötte az érdeklődőket. Tudjuk és gondolunk arra, hogy a Juhász Gyula Pedagógus Képző Kar kiváló munkát végez, tudjuk azt, hogy mennyire elkötelezettek, mennyire kiválóak az oktatóink, de nagyon fontos, hogy néha megálljunk, és megköszönjük ezt a munkát. Azt gondolom, hogy a mai nap a 150 éves évforduló kiváló alkalom erre. Szeretném tehát megköszönni ennek az együtt működő, összetartó közösségnek, akik itt már 150 éve bocsátanak pedagógusokat erre a kiváló pályára, az áldozatos munkájukat. Köszönöm szépen! Szegedi Egyetem mindig minden körülmények között kiemelten figyelmet fordít a pedagógus képzésre, még akkor is, amikor, hát, hogy mondjam, nem volt túlságosan rózsás ennek sem a finanszírozása, sem a lehetőségei. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy mind infrastruktúra fejlesztésben, most éppen a gyakorlóiskoláink fejlesztésében, vagy a már említett díszterem felújításában, mind pedig egyéb ösztönzőkben, pedagógus ösztöndíjjal próbáljuk azt a feladatot, ami az egyetemnek megadatott már Klebersberg Kuno által, hogy a vidék világító tornya legyünk, megtestesíteni. Ehhez azt hiszem, hogy az itt folyó képzés és önök a legjobb példát mutatják. Úgyhogy tulajdonképpen én nagyon jó, tanulást, szórakozást kívánok erre a két napra. Ahogy látom, a programot nagyon tartalmas lesz, nem csak az oktatás, hanem a határtudományok területén is. Úgyhogy a következő 150 évre kívánok egy nagyon-nagyon sikeres pedagógus képzést, és azt gondolom, hogy ebben mindannyian az egész egyetem támogatja a kart. Köszöntöm Önöket a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógus Képző Karán. A 150 éve a pedagógus képzésért neveléstudományi konferencia című kétnapos rendezvényünkön. Köszöntöm Önöket a kar vezetése, az Alkalmazott Pedagógiai Intézet, illetve az egész kar nevében. Erre a nagyszabású rendezvényre nem véletlenül kerül éppen most sor. Intézményünk ugyanis ebben az évben ünnepli fennállásának 150. évfordulóját. Erre utal tehát a konferencia címe is. Ez az év pontosabban a 2023-2024-es akadémiai év jubileumi év.
Ez azt jelenti, hogy tudományos és kulturális rendezvények egész sorával emlékezünk meg erről az évfordulóról. Ha 2023-tól visszaszámolunk 150 évet, akkor 1873-ban járunk. Intézményünk, a mai Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képző kara hazánk legrégebbi tanár és pedagógus képző intézménye, amire igen büszkék vagyunk. Az 1873-as megalapítás után az intézmény fél évszázadig Budapesten működött. Trefort Ágoston akkori kultuszminiszter akkor alapította meg a pedagógiumot és az Erzsébet nőiskolát, azaz a férfi és női polgári iskolai tanárok képzése akkor még külön intézményekben zajlott. A két intézményt Klebersberg Kuno kultuszminiszter egyesítette, majd az állami polgári iskolai tanárképző főiskolát 1928-ban Szegedre helyezte. Ennek hatalmas jelentősége volt abban, hogy Szeged egyetemi várossá válhatott. Erre is nagyon büszkék vagyunk. Az elődöknek tehát sokat köszönhetünk. Először is Trefort Ágostonnak. Ezért a jubileumi rendezvények sorát 2023. augusztus 31-én azzal nyitottuk a Hattyasori kampuszon, hogy felavattuk a Trefort Parkot, illetve Trefort Ágoston szobrát. Az alapítás óta eltelt 150 évben intézményünk sok strukturális átalakulást élt meg, és mindig azt bizonyította, hogy képes megújulni. Az egykori állami polgári iskolai tanárképző főiskolából lett pedagógiai főiskola, majd Juhász Gyula tanárképző főiskola. A Juhász Gyula tanárképző főiskola elsődleges feladata az általános iskolai tanárképzés volt. Majd ezután elérkezett a 2000-es viharos év, az egyetemi integráció. Ez azt jelentette, hogy a korábban önálló szegedi felsőoktatási intézmények egy nagy egyetemmé olvadtak össze. Ennek a folyamatnak, mondjuk meg őszintén, nem mindenki örült. Hiszen minden ilyen nagy változás veszélyeket rejt, az autonómia elvesztése félelmet kelt, bizonytalanságot szül. Az egyetemi integráció óta eltelt évek azonban azt bizonyítják, hogy a döntés helyes volt. A Szegedi Tudományegyetem karai úgy tudták megőrizni autonómiájukat, hogy a nagy egész részeként törekvéseikben egymást segítik, egymást kiegészítik, és minden kar a saját képzési és kutatási profiljának megfelelően járul hozzá ahhoz, hogy a Szegedi Tudományegyetem minden hazai és nemzetközi ranglistán előkelő helyet tudjon kivívni magának. Az integráció óta eltelt években a hétköznapi gyakorlatban sajátítottuk el azt a szemléletet, hogy a kari érdekek, a kari törekvések, a kari eredmények a nagy egész pozícióját erősítik, és természetesen egyben a karét is. Ezt követően különféle szekciókban kaptak helyet szimpóziumok és tematikus előadások két napon át a Kar Boldogasszony Sugár úti épületében. Timár Kriszta, a Dél-Magyarország újságírója indított havi rendszerességű könyvklubot a Somogyi Könyvtárban, melynek első alkalommal Borbás Edina frissen megjelent Igen című könyve szolgált témául. A házigazda a regény írójával beszélgetett többek között a könyv debütálásáról, korábbi műveiről, az írás folyamatáról, fikciós karakterekről és a romantikus regények népszerűségének receptjéről. Én már évek óta írok könyvajánlókat a Dél-Magyarország című megyei napilapba, és ezek ugye nem csak egy fülszöveget akarnak, hanem én valóban elolvasom a könyvet, és egy élmény alapú ajánlót készítek belőle, és nagyon sok pozitív visszajelzést szoktam ezekre kapni. És valahogy ez így mindig ez egy hobbiként tekintettem erre a dologra, és nem igazán akartam ezzel tovább fejlődni. Aztán utána nyáron itt a Somogyi Könyvtár munkatársaival pont a könyvhét
sajtótájékoztatója után leültünk beszélgetni, és így felmerült ez az ötlet, hogy nem lenne igény esetleg egy ilyen könyvklubra, és ők nagyon örültek nekik, és mondták, hogy természetesen, úgyhogy ez körülbelül így jött egy ilyen baráti beszélgetésből mondhatni. Nem szeretném bekategorizálni egy műfajra a könyvklubot, semmiképpen, sem szerzőre, tehát szeretnék minél szélesebb rétegeket megszólítani, és ebből következően minél többféle könyvet bemutatni. Egy tematika van, hogy mindig slágerkönyveket fogunk kibeszélni, amit nagyon sokan olvasnak, akár itt a Somogyi Könyvtárban, vagy akár egyébként a könyvesboltokban is látható, hogy sikerlistás könyvekről van szó. Mert hogy ugye ennek az a célja, hogy szórakoztató irodalmat olvasunk, és hogy élmény legyen az olvasás, és azok az emberek is találjanak olyan könyvet, ami esetleg leköti őket, akik mondjuk nem feltétlenül az olvasás bajnokai, vagy nem szeretnek annyira olvasni, mert én azt gondolom, hogy az ilyen könyvekkel lehet megszeretetni az olvasást. Kiemelt könyvklub rendezvényeken lesznek itt szerzők, magyar szerzők, egyébként pedig beszélgetünk az adott könyvekről. Borbás Edina Csongrád-Csanád vármegyei, egészen pontosan Hódmezővásárhelyen él, és adásul ez az Igen című regénye most jelent meg egy pár hete, tehát hogy nagyon frissek tudunk lenni. Ő nagyon szívesen jött, és ez egy jó apropó is volt arra, hogy elinduljon a könyvklub, hogy bemutassuk az ő új könyvét, olyan közönség előtt, akik közül nagyon sokan ismerik is, hiszen idevalósi, és egy olyan regényt mutassunk mindenkinek, amit még lehet, hogy kevesen olvastak, mert tényleg nagyon új, viszont lehet, hogy a korábbi regényeit már olvasták, ismerik szerzőként, és kedvet csinálunk ahhoz, hogy ezt az új könyvét is elolvassák, ami egyébként teljesen más műfajú, mint az eddigiek. Borbás Edina 3 év kihagyás után adta ki legújabb regényét, amelynek el is árulta az okát. Igazából olyan különösebb oka nincsen, csak az, hogy nem értem rá. Tehát rengeteget dolgozom, én videoklipekben, reklámfilmekben is dolgozom, és írok treatmenteket, és egyszerűen nem volt arra idő, hogy kiszakítsak mondjuk egy hónapot az életemből, mert hogy annyi minimum kell egy regény írásához, úgyhogy igazából csak ennyi az ok. Szerintem ez egy könnyű írás volt, tehát nem volt nehézség közben. Olyan gördülékenyen ment már az első ötlettől kezdve, szépen igazából megszületett, ami úgyhogy nem volt semmi fennakadás. Maga a főszál az egy nagyon érdekes vakszerelem típusú dolog. Ugye most nagyon divatosak ezek a valóságsók, amik a vakszerelemre épülnek, és igazából ez adta az ötletet. Tehát egy olyan lánykérésről van szó ebben a könyvben, ahol tulajdonképpen sem a lány, sem a fiú nem látja a másikat, és ott a nagy kérdés, hogy igen. Tudod már, hogy mi lesz a könyvednek a címe? Igen. Igen? És igen, ez lesz a címe, hogy igen. Tehát ilyen bővített mondatba kellett válaszolnom, de én imádom ezt a címet. Mert én hiszek abban, hogy minél egyszerűbb, annál jobb. Most, hogyha megnézzük, és ebbe bele se gondoltam, hogy szinte mindig ilyen egyszavas dolgokkal operálok, pedig általában nem én adom a könyvemnek a címeit, hanem mindig segítséget kérek hozzá, kivéve ennél, mert úgy vagyok vele, hogy én nem vagyok jó cím adásban. Tehát volt, hogy a nővérem adta a címet, volt, hogy a férjem adta a címet, volt, hogy a szerkesztőm segített, mindig olyan nagy gondba voltam a címadással, de ennél nem, ennél csak így kicsúszott. Hogy igen? Szerintem ez egy örök klasszikus, azért a romantikus regény, és kifejezetten sok a romantikus könyvek írója és az olvasója is, tehát mind a két tábor azért felnőtt szépen, úgyhogy szerintem ennek van és volt, és lesz is létjogosultsága. Igen, előfordult olyan egyébként, már az előző könyveimnél is, hogy maga a téma miatt olvasta el, pedig ő annyira nem is olvasós típus. Tehát bevonzhatja akár egy ilyen könnyed, vagy egy ilyen közkedvelt téma is, mint a valóságsó, bevonzhatja a képernyők elől a könyv elé az olvasókat. Úgyhogy én hiszek abban, hogy azért az olvasás sem múlik el, vagy a könyvek létjogosultsága sem múlik el, hiszen most is a Somogyi Könyvtárban vagyunk, és egyszerűen nem bírom elképzelni az életet ezek nélkül. Borbás Edina új regényének két főszereplőit Lénának és Danténak hívják, de a mellékszereplők sem viselnek magyar valóságba illeszkedő neveket. Sokakban felmerülhet a kérdés, hogy miért angol száz neveket választott az írónő. A férfi főszereplőm, a Dante, ő nagyon gazdag. Tehát ő egy milliárdos. És nálunk azért
ennek még nincs olyan nagy módja, úgymond, hogy komornyikot tartson, vagy olyan millióbe helyeztem bele ezt a milliárdosunkat, ami inkább ilyen angol száz. Tehát a nevek is emiatt változtatódtak meg, bár a Lénát imádom. Éppen tegnap jöttem rá, hogy miért is lett Léna egyébként a neve. Eddig nem tudtam, és miért. Egy benyomás miatt, én amikor Kóbor itt, vagy itt volt az Omega, akkor mi elmentünk a férjemmel megnézni, hát lenyűgözött az, hogy akkor is még hogy ugrált a színpadon. És a legjobb a Léna volt. Hát az annyira elvarázsolt ugye az a szám, hogy olyan mély benyomás lett rám, én ismertem, hát persze, hát ismerjük azért az Omega munkásságát, de olyan benyomást tett rám, de erre tegnap jöttem rá, eddig nem tudtam. Amikor most meghirdettük a könyvklubot, akkor nagyon sok visszajelzést kaptam arra, hogy de jó, végre egy hiánypótló kezdeményezés. Könyvklub, mint olyan, szerintem már nagyon nincsen. Ez régen volt, szerintem kb. Így a nagymamáink idejében, és aztán ahogy az olvasás, úgy ez is szerintem kiment a divatból. Online térben vannak beszélgetős könyvklubok, vagy ilyen könyvvel kapcsolatos rendezvények, de azt gondolom, hogy ilyen személyes már nagyon kevés. Nem azt mondom, hogy nincsen, mert nyilván vannak, de nagyon kevés. Itt Szegeden biztos, hogy erre most volt igény, vagy én legalábbis úgy látom, hogy volt, és bízom benne, hogy minél több emberhez jut el ennek a könyvklubnak a híre, annál többen leszünk majd. Azt gondolom, hogy első körben azok fognak a könyvklubra eljönni, akik eleve szeretnek olvasni. De lehet, hogyha ők beszélnek erről, akkor be tudunk vonzani olyan embereket is, akik mondjuk nem biztos, hogy feltétlen szeretnek, de mondjuk például azt az egy könyvet, azt el szeretnék olvasni, vagy azt elolvasták, mert az valami nagyon, nagyon túl hype-olt, vagy egyszerűen csak egy nagyon sikeres könyv volt, és ha már itt van, és bekerül egy ilyen közegbe, és tetszik neki, akkor lehet, hogy később is eljön. Ugye szokták azt is kérdezni tőlem, hogy el kell-e olvasni a havi könyvet ahhoz, hogy eljöjjenek a könyvklubra? Nem. Tehát nyilván beszélgetni úgy tudunk róla, hogyha ismerjük a könyvet, de aki nem ismeri, annak pedig szerintem ez egy tök jó lehetőség arra, hogy kedvet kapjon hozzá. Mert mások mondják el, hogy nekik mi volt a véleményük róla, egy kicsit belelát a tartalmába, és azt mondja, hogy hú, ezt lehet, hogy érdemes lenne elolvasni. Úgyhogy ilyen szempontból meg nyilván az olvasást is népszerűsíti. Én is kíváncsian várom, hogy a könyvkluboknak akkor a vonzó erejük. Én úgy gondolom, hogy sokan vannak, akik nagyon szeretnek olvasni. Az online könyvklubok egyébként, vagy az ilyen nagy platformok, azok működnek. Hát egyel nehezebb megmozdítani és kimozdítani mondjuk a képernyők mögül az embereket, de hát csinálni kell. Azért én nem ez a sziripos, nagyon romantikus író vagyok. Ahhoz képest ez romantikusabb könyv, mint a többi, és már eleve, amikor elkezdtem, a végében még nem voltam biztos, hogy meddig megyek el ezen a vonalon, és hogy beteljesedik-e, amit mondjuk az olvasó vár. Ebben nem voltam biztos, hogy 100%-osan ki fogom-e szolgálni azt, hogy mit várnak el egy romantikus könyv végétől. Úgyhogy ezt most nem is árulom el, nem mondjuk el. De amúgy ezt mondtad már nekem, ezt, hogy nem voltál benne, vagy biztos a végébe, és ezen így el is gondolkoztam, hogy ez tényleg így működik, hogy egy író leül írni, és akkor így gyakorlatilag nézi a saját moziát, és csak jár a kezébe, és a mozit írja, tehát hogy nem te irányítod az eseményeket? Igen, ez pontosan így van, ez egy nagyon furcsa dolog, és én nem vagyok ilyen ezoterikus típusú ember, de most járok egy forgatókönyvírói csoportba a Művészeti Egyetemre, és ott mindenki ebben erősít meg, és írókkal vagyok körbevéve, sőt a kurzus vezetőnk is, hát nagyon nagy nevű forgatókönyvíró, és ő is abban hisz, és egyszerűen nála is úgy működik, hogy olyan, mintha így valahonnan így jönne a dolog. Mint hogyha van olyan érzés, amikor már nem is te írod, vagy nagyon sokszor rácsodálkozok, nagyon sokszor izgulok a könyvírása közben, hogy mi lesz a szereplőimmel,
mert megvan a saját egyéniségük, belől dolgoznak, belől beszélgetnek. Én, mintha egy közvetítő közeg lennék, de nem én vagyok az, és van olyan, hogy én, Borbás Edina eltervezi, hogy mi lesz a konfliktus helyzet, ők hogyan reagálnak, hogyan kommunikálják ezt le, és elindul, megírom a jelenetet vagy a fejezetet, és egészen más csinálnak, mint amit Borbás Edina csinálna. Én egyébként nagyon szeretek a zsánerekkel játszani, ez azt jelenti, hogy nagyon sok zsánerben írtam már, pontosan azért, hogy se az olvasó, se én ne unjuk meg Borbás Edinát, de most ezt a zsánert szeretném folytatni egy következő könyvben még, ami szorosan és lazán is kapcsolódik ehhez a könyvhöz, úgyhogy ezek a tervek. Az a furcsa helyzet állt elő, hogy nekem nincs semmilyen fóbiám, nem félek igazából semmitől. De nagyon érdekel, hogy más miért fél, vagy miért alakult ez ki nála. És felhoztad a mellékszereplőmet, úgy hívják, hogy Sebastian, aki ez egy igazolt betegség, nőfóbiája van, tehát retteg a nőktől. Általában úgy van ez, hogy gyerekkorban történik valami trauma, vagy abuzus, vagy bármi más, és onnantól kezdve olyan félelmek alakulnak ki a férfiból, hogy vagy tovább tud lépni, vagy ki tud nyitni valamilyen szinten élete folyamán, ha dolgozik rajta, vagy nem. És ez érdekelt engem. Ez egy valós személy, egyébként ismerek, vagy nem ismerek. Tehát a te életedben van ilyen. Nem az én életemben van ilyen, hanem a környezetemben van egy ilyen férfi, aki retteg a nőktől. Tehát, hogy annyira retteg, hogy például, hogyha a fölvágottas pultban nő áll, akkor ő aznap nem eszik parizert. A következő hónapban esedékes novemberi könyvklub témájául a manapság megkerülhetetlen írónő Colleen Hoover és az ő romantikus regényei fognak szolgálni. Így aki olvasott tőle, netán tervezi, hogy olvasna, vagy egyszerűen csak szeretne egy izgalmas beszélgetésen részt venni, látogasson el a könyvklub következő alkalmára a Somogyi Könyvtárba. József Attila Tanulmányi és Információs Központ egész évben számos rendezvénynek ad otthont, ebből az egyik legfontosabb a karriernapok, vagyis az állásbörze. Október elejétől várták az érdeklődőket személyre szabott tanácsadással, a hónap folyamán pedig 50 cég kitelepülésével egészült ki a programsorozat. A rendezvényt a TIK átriumában dr. Fendler Judit, a Szegedi Tudományegyetem kancellárja nyitotta meg. Nagyon sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök annak, hogy ismét olyan helyzetben vagyunk azért pár covidos év után, hogy nem nagyon lehet hallani, hogy én mit mondok, illetve nem is nagyon lehet túlságosan érdekes, hiszen sokkal érdekesebb lesz az a része az elkövetkezendő napnak, ami tulajdonképpen valóban a mi hallgatóinknak a potenciális állás lehetőségeiről szól. A kancellár megnyitója után átadták a 2023 tavaszi állásbörze kedvenc kiállítójának járó díjat, amit a látogatók szavazatai alapján a Rákhoz ZRT-nek ítéltek. A kitüntetést felhősebb ők Beatrix vehette át. Nagy örömmel állok most itt, hogy átmehessem a 2023 tavaszi STA állásbörze kedvenc kiállítójának járó díjat. Nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy szegedi vállalatként kaphattuk meg ezt a kitüntetést. Ez a díj azt mutatja számunkra, hogy továbbra is érdemes az egyetemi hallgatókkal való kapcsolatépítésre időt és energiát fordítani, hiszen egyre szélesebb körben ismerik és elismerik cégünket és eredményeinket, illetve egyre többen jelentkeznek hozzá gyakorlati pozíciókra. A workshop mellett tematikus előadásokon vehettek részt az érdeklődők, melyeken megismerhették, milyen lehetőségeik vannak a munkaerőpiacon való elhelyezkedéskor.
A látogatók különböző színű karszalagokat kaptak, amelyek megkülönböztették a szakterületeket, így könnyebben találhatták meg az érdeklődési körükhöz élő cégeket. Az ESZTI állásbörze és egyben a karriernapok ugye elég régi hagyományokra tekint vissza. 1996-ban a rektori hivatal épületében rendezték ebből az elsőt. Ha az emlékeim nem csalnak, 2006-ban volt az első olyan év, amikor nem csak tavasszal, hanem ősszel is sor került erre a rendezvényre. Így összességében két számadatot tudok mondani, ez a 46. ESZTI állásbörze tavaszi és őszi együtt, az ősziből pedig ez a 19. Az ötlet pedig onnan jött, ugye, ami ennek a rendezvénynek a célja, próbálja a piaci szereplőket és az egyetem hallgatóit minél rövidebb úton összekötni. Egyrészt, hogy a hallgatók tájékozzadjanak arról, hogy mik a munkaerőpiaci kihívások, milyen elvárásokat támasztanak a munkáltatók, a cégek pedig ennél hamarabb, ennél gyorsabban nem fognak tudni kapcsolatba lépni a hallgatókkal, ugye már itt végzés előtt, vagy akár gyakornoki munkát keresve, frissen végzett hallgatókat megtalálva, ugye rögtön szert tudnak tenni az Szegedi Tudományegyetemen végzett, jól képzett hallgatókra. Évente kétszer kerül ugye megrendezésre, egyszer tavasszal, egyszer ősszel. Ugye a végzés miatt, ugye, hogy tavasszal, nyáron mindig többen végeznek, ezért cégekből, illetve látogatókból is több érdeklődőnk van a tavasz folyamán. Ezen a rendezvényen most 51 kiállító vesz részt, és látogatókból pedig nagyjából olyan 800 és 1100 között itt várunk a mai napon. A REG-hoz ZRT egy domain regisztrátor, illetve hosting szolgáltató. Magyarországon már mi vagyunk a piacvezetők, és elsősorban fejlesztő gyakornokokat és marketing gyakornokokat keresünk, valamint vannak még rendszergazda gyakornok pozícióink, illetve már junior fejlesztőket is várunk szeretettel. Egyelőre azt látjuk, hogy nagyon sok érdeklődő jön a standunkhoz. Egyébként már rendszeres résztvevői vagyunk az eseményeknek, úgyhogy egy csomó ismerős arccal is szoktunk találkozni, akik már akár így az egyetemi éveik elején is kijönnek nézelődőként, már akkor is találkozunk velük, és mondjuk már ma is több olyan ember jött ide a standunkhoz, aki már korábbról ismert minket, de most már végre aktuális számára a gyakornoki pozíció, úgyhogy most már jelentkezett is hozzánk. Az előadásokon az érdeklődők olyan tudásra tehettek szert, mint például hogyan illeszkedjenek be új munkahelyi környezetükbe, hogyan indítsanak saját vállalkozást, vagy éppen hogyan készüljenek fel egy állásinterjúra pályakezdőként. Igyekeztem olyan témával készülni, ami minden hallgatónak hasznos lehet. Azt gondolom, hogy az interjú technika és a felkészülés, illetve a CV készítés az mindig egy ilyen örökzöld témakör, mert hogy nem lehet rá eleget készülni, és nagyon, nagyon komoly és átfogó felkészülést igényel a kiválasztási folyamat szempontjából. Áttekintettük azt, hogy milyen fő interjú típusok vannak, milyen interjú típusra hogyan érdemes készülni, és picit becsempésztünk egy-két praktikát, ami az egész kiválasztási folyamatnak a sikerességét célozza meg, illetve próbáltam a hallgatóknak abban is segítséget nyújtani, hogy akár ilyen adott helyzetben milyen reakciókat, milyen visszajelzéseket kérjenek, hogyan kezeljenek bizonyos konkrét helyzeteket, amik mondjuk gyakran előfordulnak egy interjú során. Én örömmel vettem észre, hogy alig láttam üres széket, úgyhogy mondta is egyébként a szervező, előzetesen is megkaptam az információt, hogy azért lesznek szép számmal hallgatók, úgyhogy ennek nagyon örültünk. A rendezvényen több száz ember megfordult, volt, aki egy új munkalehetőséggel, többen ajándéktárgyakkal, de mindenki új információkkal távozott. Yeah.
Közel 70 ember és fél év munkájának gyümölcsét láthatta a közönség a Csongrádi Napok megnyitóján júliusban, hiszen akkor mutatta be először a Csongrádi Színtársulat Dés László, Geszti Péter, Békés Pál a Dzsungel könyve című 1996-os musicaljét. A darab két felvonásból áll és ötödszörre viszik színpadra. Eredetileg háromszor tervezték előadni, ám a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét megtekinthetjük Csongrád város művelődési központjában. A musical rendezője Ferenci Katalin, aki a Csongrádi Színtársulat vezetője. A darabban közreműködött 16 táncos, 31 kórustag. Egy nagyszabású produkcióval szerettünk volna készülni a 43. Csongrádi Napok megnyitójára, mert ez mindig egy nagyon nagy esemény Csongrád életében, és már hagyománya van, hogy mindig egy nagyobb szabású rendezvény van ezen a napon, és akkor gondolkodtam azon, hogy mi is lehetne az, ami a közönséget vonza, a július közepén, végén szeretnének látni, ugye nem egy prózai darabot szeretnének látni, hanem táncos, zenés, mozgalmas, énekes darabot, és ezért választottuk a Dzsungel könyvét. És hát ugye elég nehéz dolgom volt, mert a főbb szereplőket olyanokat kellett választani, mivel énekes darab, hogy mindenféleképpen tehát tudjanak énekelni, jól mondjanak prózát, és amikor ez megtörtént, akkor kezdtük el szervezni a 33 tagú kórust, és utána a táncosokat hívtuk meg, a Fitness Escher táncosai jöttek segítségünkre, hogy ebből egy igazi musical produkció kerekedjen. Mert a társulat, ugye a Törzsgárda egy 13-15 főből álló csapat, és hát nekünk nem minden szerepre van megfelelő emberünk, de bármelyik darabot, ha rendezek, akkor megszólítok embereket, és meghívom őket szerepelni, ha a karaktere passzol ahhoz a szerephez. Kezdődjék át a farkasmusra! A dzsungel törvénye kimondja, hogy teli holdidején minden farkas hozzá a kölykét a csapatgyűlésbe, hogy a többiek megismerhessék. Nézzétek meg jól, farkasok! Elő kell vennem a másik. A másik micsodát? Hát tudod, a másik pofont, amit félretettem neked. Balune! De Balune! Balune, kérlek, számíts be azt, hogy... Figyelj, ez pofonról van szó, beszámíthatatlan. A legnehezebb része a 70 embernek az összefogása volt, mert ugye különféle korosztály egészen a 8 évestől 74 évesig megtalálható most ebben az adott dzsungel társulatban, és iskolába járnak, tanulnak, dolgoznak, tehát vidéken is tanulnak. Ez mindig feladja a leckét, hogy mikor tudunk próbálni, és hogy az adott produkcióra összejön-e a csapat. Nyáron jobban működött, mert ugye iskolai szünet volt, tanároknak is sok pedagógus van a társulatban, ők is könnyebben tudtak próbára jönni, de most így ebben az őszi időszakban már elég kemény volt. Én Mauglit alakítom, a darab főszereplőjét, akit farkasok nevelnek föl, és mindenféle kalandba keveredik, de hát ezt majd megtudják, ha eljönnek. Ti meg én! Egy vérből való vagyunk. Ti meg én! Aludni akarok! A legnehezebb része a felkészülésnek a szöveg megtanulása és a próbák összeegyeztetése volt. Bagirát alakítom, aki ugye egy fekete párduc, és Mauglinak a nevelő anyja tulajdonképpen. A vadon törvénye kimondja, hogy ha kétség támad, hogy meg kell-e ölni az új kölyköt, akkor meg lehet váltani az életét. Nyakamba bélyeget égettek. Sosem láttam. Nem mutogatom. Akit megbélyegeznek, az nem dicsekszik vele. Fú, nekem nagyon nehéz volt elejétől fogva, mert ugye a nagyobb, illetve a kisebbik fiam játssza a nagyobbik Mauglit, és pont most került el Budapestre tanulni, úgyhogy nekem nagyon nehéz volt elénekelni a Bagira dalát, amiben ugye elengedi
Mauglit, úgyhogy nagyon sok próbán keresztül elsírtam magamat dal közben, és nagyon sokat kellett azon dolgoznom, hogy ez ne így legyen, és még most is azért mindig elszorul a torkom, de próbálom nagyon agyban oda tenni magamat, hogy ne sírjam el magam a dal éneklése közben. Elmegyek, Bagja. Nem mehetsz. Itt kell maradnod, itt van dolgod. Ki kell terítened sírkán bőrét a gyűlés sziklájára. A vadon ura megtartja a szavát. Magam ura akarok lenni, nem a vadoné. Nagyon jó hangulatú próbák vannak, nagyon jó a társaság, nagyon jó csapat jött össze, úgyhogy rengeteget nevettünk a próbák alatt. De igazából ugye mindig az a legjobb része, amikor már teljesen összeáll a kép, és amikor már elejétől a végéig színpadra tesszük a darabot. Sírkánt alakítom a dzsungelfene gyerekét. Ostoba farkasok! Idegent engedtek magatok közé! A fejetekre nő is tönkre tesz titeket! Talán a legnehezebb a próbákban az volt, hogy ugye mivel ő a főgonosz, így át kellett szellemülnöm teljesen, hogy eddig csak jó szerepeket játszottam, most pedig át kellett egy olyan világba kerülnem, ahol pont, hogy én vagyok a legrosszabb, és engem mindenki utál. Talán ez volt a legnehezebb megszoknom. A kölyök az enyém, az én jussom. Csak volt, sírkán, te sánta tigris, most már az enyém, elszolasztottad. Utolértem volna, ha hozzád nem menekült. De hozzám menekült. Leterítettem volna, ha be nem fogadod. A legjobb része talán az, hogy a csapat nagyon jól összetart. Minden próba olyan volt, mint egy előadás. És az, hogy végig a barátainkkal lehettünk, jól éreztük magunkat. És a végre egész jól megszerettem Sírkán szerepét, úgyhogy minden rosszban van valami jó.